Ápelszofer Ágnes, a város polgármestere adott tájékoztatást az ülés eredményeiről és döntéseikről. Októberig vezeti még a települést, de a leköszönőben lévő polgármester addig sem tétlenkedik. Várja már a pihenést, amit elmondása szerint többségében aktívan szeretne majd eltölteni, de addig is sok még a feladat és a lezáratlan projekt. Rendkívüli ülés kellett összehívni, mert több halaszthatatlan döntést kellett meghozni a képviselőtestületnek. Eredményt hirdettünk a közétkeztetéses közbeszerzési eljárásunkban. Ez pontosan azt jelenti, hogy némileg változott a korábbi, vagy a jelenlegi közétkeztető. Ugye hosszú évtizedekig az Alimentál Kft. Volt a közszolgáltató, illetve a szolgáltató, és ő volt az, aki a közétkeztetést biztosította a város óvodáiban, iskoláiban. Két évvel ezelőtt szabály szerint közbeszerzési felhívást kellett megjelentetnünk, és egy eljárást kellett lefolytatnunk, és egy konzorcium nyerte, a Food Like és az Étrend, tehát ők voltak azok a KFT-k, akik, vagy gazdasági szervezetek, akik a közétkeztetést biztosították a városban. Ez a két éves szerződés lejárt, és új eljárást kellett lefolytatnunk, és ennek némi meglepetést okozott, de nagy örömünkre visszakerült részben a Tolnai Alimentál Kft. A Széchenyi iskolában ők fogják az ebédet főzni a gyerekeknek, és ott is fognak étkezni a Kossuth Lajos utcában, a korábbi helyükön. A többinél pedig a korábbi konzorcium egyik tagja, a Food Like Kft. Lesz, aki az ebédet biztosítja. Tehát a bölcsödében, az óvodákban és a Vosinszki iskolában ők lesznek azok, akik biztosítják az étkezést. A térítési díjakban minimális változás lett. Ott, ahol a Food Like szolgáltat, ott nem történik változás, tehát ott marad a korábbi térítési díj. És a Széchenyi iskolában néhány forinttal változik, de így a legjobb ajánlatot adó Alimentál Kft. 8 forinttal változik a térítési díj, tehát magasabb lesz a normál étkezésé, és némileg alacsonyabb a diétás étkezésé. A térítési díjak azok mindig a szolgáltató által megállapított és általunk elfogadott nyersanyag normának a bruttó értéke, tehát a gyermekvédelmi törvény szabályozza azt, hogy kell megállapítani az önkormányzatnak a térítési díjakat. Tehát ezeket a térítési díjakat emeltük be a rendeletbe, illetve kikerült az idősek otthona, hiszen ez év július 1-től a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vette át az idősek otthona működtetését, és oda a térítési díj megállapítása okafogyottá vált, tehát ők döntenek a térítési díjról. Az utakon szinte mindig van mit javítani, minden településen a folyamatos használat miatt. Tolnán is állandó karbantartást igényelnek a járdák és az autóutak is. A város igyekszik mindig szem előtt tartani a hibákat, kátyukat, hogy a helyiek közlekedése gördülékenyebb, biztonságosabb és komfortosabb legyen. Mint sok másban, ebben is meghatározó szerepe van az anyagi forrásoknak, de az önkormányzatnak vannak jövőbeli terveik és kezdeményezéseik azért, hogy minél több javítás, építés, karbantartás valósuljon meg a városban. Mindenképpen azokat a balesetveszélyes és nagyon sürgősen megjavítandó úthibák kijavítására biztosítottunk mintegy 5 millió forint fedezetet. Ugye évelején az önkormányzat mindig, amikor közszolgáltatási szerződést köt a Telena Kft-vel, ami az önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, akkor döntünk egy keretösszegről, úgy, ami járdák építésére és úthibák javítására szolgál. Ez a keretösszeg sajnálatos módon elfogyott, és még maradtak olyan kátyúk, amiket nagyon sürgősen ki kell javítani, úgyhogy most ügyvezető igazgató úr és a műszaki osztály kérésére biztosítunk plusz forrást, hogy ezeket a hibákat ki tudjuk javítani, de felhívnám a lakosok figyelmét arra, hogy pályázataink bent vannak, tehát utat fogunk építeni és felújítani a jövőben, remélem, hogy a közeli jövőben, és itt most csupán kátyúzásról és nem útfelújításról beszélünk.
Míg 2022-ben tört ki az orosz-ukrán háború, ami azóta is folyik a szomszédos országban. A nehéz helyzetben lévő családoknak, ahogy a város aktuális helyzete engedi, azóta is segítséget nyújtanak. Jelenleg is akad egy család, akik igénylik a település támogatását összetett, nehéz helyzetük miatt. Az önkormányzatnak az az álláspontja, hogy ahogyan a kezdetektől is, úgy a jövőben is segíteni fogja azokat az embereket, akiknek arra szükségük van, képességeik és forrásaik szerint. Korábban, még az ukrán-orosz háború kitörésekor menekültek érkeztek a városba, és akkor biztosítottunk lakhatást az ő részükre. Aztán visszamentek, néhány hónap múlva ők visszatértek Ukrajnába, és most az egyik család, akinek a fia a napokban töltötte be a 18. életévét, azt kérte, hogy hadd jöjjön vissza néhány hónapra, mert a 18 éves fiú, ahogy betölti a 18. életévét, hadkötelezetté válik, tehát gyakorlatilag bármikor a frontra vezényelhetik. Ez a fiú egy egyetemista egyébként, magyar nyelvet nem beszéli, de én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak mindenképpen segítenie kell minden bajba jutott emberen, úgyhogy most egy garzonlakást, egy egyszobás lakásról beszélünk itt a Bajcsirinszki utcában, már most is ott lakik, korábban döntöttünk arról, hogy egy hónapra biztosítjuk ezt a lehetőséget a számára, most a testület úgy döntött, hogy ez év végéig. Aztán reméljük, hogy rendeződnek az ő dolga is, és nagyon sajnálatos, hogy ilyen módon kell segítenünk, de azt gondolom, hogy más nem tehetünk. Nyilván segítünk azokon, akik bajba kerültek, hiszen ő azért ne felejtsük el, hogy egy alig-alig 18 éves fiatal ember, aki hát mindenképpen többet érdemel annál, mint hogy golyófogó legyen egy háborúban. Korábban döntött a képviselőtestület arról, hogy pályázatot kíván benyújtani, és ezt be is nyújtotta csapadékvíz elvezetésre, és ehhez kellett egy integrált vízgazdálkodási terv, tehát ennek az egyik alapja lesz, és mi nyertünk 80 millió forintot korábban arra, hogy bizonyos dokumentumokat, például ezt is el tudjuk készíteni, úgyhogy ez a dokumentum elkészült, de tekintettel arra, hogy ezeket engedélyeztetni kellett és jóvá hagyatni, a végső döntésről most született, vagy a végső elfogadásról most született döntés. Én nagyon bízom abban, hogy a jövőben nem csak dokumentumokat, hanem árkokat és utakat is tud majd az önkormányzat építeni, de annak, hogy fejleszteni tudjunk, annak mindenképpen alapja kell, hogy legyen, és alapja is. A megalapozott döntésnek alapja a papír, a tervek, a jelenlegi állapotnak a felmérése, és a megoldandó problémáknak, problémák lehetőség, megoldásának a lehetőségei, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ez egy igazán hasznos dokumentum lesz. Ezt fogadta most el a képviselőtestület. Legközelebb szeptemberben ül majd össze Tolna város önkormányzata egy testületi ülés keretében, még Apelsoffer Ágnessel.